December 3-a a fogyatékkal élők világnapja, és ebben az esztendőben az első adventi gyertya meggyújtásának ideje. Két ünnepi esemény lobbantja fel a lángot a Down Egyesület látogatóinak javára, hiszen adománygyűjtési kampányt indítanak a Csodavár Fejlesztő Központ támogatására. Nagyon sok gyerek jár hozzánk, ugye itt 2022-ben 4500 gyerek, most még nincsenek idei számok, de szerintem több mint 5000 gyerek, aki megfordul itt. Az eszközeink iszonyat amortizálódnak, és hát a rezsiköltségünk pedig, hát erről nem is kell beszélni, hogy mennyire megugrott, és minden adományforintra szükségünk van ahhoz, hogy tudjunk működni jövő évben is. Ez az első, és lesz több is? Minden évben mi elindulunk így ünnepek előtt, ugye itt megpróbáljuk a nyitottságát az embereknek ilyenkor megfogni. A Nyíregyháza várossal ilyen jellegű együttműködésünk, ez lesz az első. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a városlakók így az ünnep alkalmával mennyire nyitottak a mi üzeneteinkre és a város üzeneteire. A Down elnöke kereste meg a tombola ötletével a városi vezetőket, és kérte támogatásukat a nemes kezdeményezéshez. A bevételen túl segítségnyújtásra rászoruló családoknak az az információ is, amit a Down Egyesület robogója szállít és közöl az érdeklődőkkel. A járművet szakemberrel együtt december 3-ától a sorsolás napjáig, tehát december 17-ig 16 és 18 óra között találják nyitva a nyíregyházi adventi forgatagban. Mindenben segítettük azt a munkát, ami az önkormányzaton múlt. Adtunk lehetőséget arra, hogy gyűjtsenek majd a Kossuth téren, arra, hogy majd a harmadik adventi gyertyagyújtásnál december 17-én, amikor az öröm gyertyája fog megnyúlni, akkor a beérkezett tombola felajánlásokat az adományozók között kisorsolhassák. Nyilván az önkormányzat ezt a média eszközein keresztül mindenféleképpen propagálni szeretné, és én szeretném így felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ilyenkor az adventi időszakban nyilván mindenki könnyebben adományoz, de ide különösen jó helyre jön az adomány, hiszen olyan gyerekekkel foglalkoznak, akikkel egész életükön keresztül foglalkozni kell, úgyhogy remélem azt, hogy ez a közös akció az sikerre zárul. Helyi cégek, vállalkozások ajánlották fel a tombola nyereményeit. Van ezek között családi belépő az állatparkba és tiszteletjegyek az élményfürdőbe. Szállodai kedvezménykupon, rendezvénybérlet, könyv és ajándékcsomag, illetve belépő a Csodavár játszóház programjaira. A főnyeremény egy LED televízió. A sorsolás december 17-én 17 óra 30 perckor lesz a nyíregyházi adventi forgatagban, a Mikulás ház szomszédságában.